Tisztelettel köszöntöm a megjelenő bizottsági tagokat és a meghívottakat, megállapítom, hogy a bizottságülés határozatképes, az öt fő bizottsági tagból jelen van három fő. Szerző Tiborné és Süker Győző jelezte távolmaradását, így ők igazoltan vannak távol. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a meghívottaknak hozzászólási jogot biztosítanak egy ilyen készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy három igen szavazattal a meghívottaknak hozzászólási jogot biztosítottak. Javaslom a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását. Kérdezem, hogy van-e más javaslat a kiküldött napirendi pontokra vonatkozóan. Nem látok ilyet. Akkor kérem készfelnyújtással szavazzunk a kiküldött napirendi pontok elfogadásáról. Baszadási, nem látom a kezedet, bocsánat. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy három igen szavazattal elfogadásra kerültek a napirendi pontok. Javaslom jegyzőkönyv aláírójának Dél Katalin személyét, aki egyetért Dél Katalin személyével, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Jó, akkor kettő igen és egy tartózkodás ellenében Dél Katalin személyét megválasztottuk jegyzőkönyv aláírójának. Az első napirendi pont tárgyalását kezdeményezem. Beszámoló a pénzügybizottság 2016 évi munkájáról. Előadója, jó magam vagyok. Én az írásos anyagban kiküldötteket szóval nem kívánom kiegészíteni. A napirend felett a vitát megnyitom. Kérdése van-e valakinek a beszámolóval kapcsolatban? Nem látok ilyet, akkor vélemény, hozzászólás, esetleg más javaslat. Jenes László, hogy is előtársadalmi szó. Gyakorlatilag itt a napirendi pont keretében az van leírva, hogy megtörtént, vagy ahogy történt, elfogadásra javaslom. Köszönjük szépen. Jó. További hozzászólás, vélemény nincs. Akkor javaslom, hogy a pénzügybizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Aki egyetért, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy három igen szavazattal a pénzügybizottság elfogadta a beszámolót és javasolja a képviselőtestület számára. Következő napirendi pontunk. Ez már döntést igénylő előterjesztések. Előterjesztés Jászlósa község 2016 évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2016 második 12 önkormányzati rendelet módosítására. Előadó dr. Szerencsés István polgármester. Kérdezem a polgármesteret, hogy szóban kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. Köszönöm szépen, nem kívánom. Köszönöm szépen. Akkor a napirend felett vitát megnyitom. Napirend ponttal kapcsolatban kérdése van valakinek? Nem látok ilyet. Akkor vélemények, hozzászólások. Ilyet sem látok. Akkor szavazásra bocsájtom. Aki egyetért a döntés az előterjesztés elfogadásával, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy három igen szavazattal a pénzügyi bizottság elfogadja és javasolja a képviselőtestület számára. Következő napirendi pontunk. Előterjesztés a szociális célú szénmegavó jogosultságról, az igény és feltételeiről szóló rendelet megalkotására. Előadó dr. Szerencsés István polgármester úr, kérdező polgármester úr, szóban kívánja az írásos anyagot kiegészíteni. Köszönöm szépen, nem kívánom. Köszönöm szépen. Akkor a napirend felett a vitát megnyitom. Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Nem látom kérdést, akkor vélemény, hozzászólás, esetleg más javaslat. Ilyet sem látok, akkor kérem szavazásra bocsájtom, aki egyetért, fékkészfelnyújtásra szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy három igen szavazattal a pénzügybizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a képviselőtestület számára. Következő előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2009
II. 13. önkormányzati rendelet módosítására. Előadó dr. Szerencsés István polgármester úr. Kérdezem a polgármester úr, szóban kívánja az írásoknak ott kiegészíteni. Köszönöm szépen, nem. Köszönöm. Akkor a napirend felett a vitát megnyitom. Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Nem látok ilyet. Akkor vélemények, hozzászólások. Ilyet sem látok. Akkor kérem a kérdetért az előterjesztés elfogadásával készve nyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a képviselőtestület számára. A következő napirendi pont. Előterjesztés a talajterhelésügyi helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására. Előadó dr. Szerencsés István polgármester úr. Kérdezem a polgármester úrat, fogan kívánja az írásos anyagot kiegészíteni. Nem, köszönöm szépen. Köszönöm. A napirend felett a vitát megnyitom. Kérdések ezzel kapcsolatban. Jenes László képviselő tárgyal mi a szó? Hát valahol nem, benne van, de nem találtam. Ez ugye jogos ismeret előttetni. Gyakorlatilag, aki nem köt rá a megépült vízrendszerre, annak ugye el tudom következni, ez a következő. Arra ösztönöd, hogy rábösszünk. Most ugye szeretnénk, hogyha minél több új lakás épülne a településen, illetve a régieket belaknak. Most mi van akkor, hogyha egy leendő építető vagy építkező egy új portán kell építeni? Bekötni még nem tudott, a betonra szólni kell. Ilyenkor mi van? Ez apróság egyébként, lehet, hogy több 10 köbméter víz. Polgármester úr most folyogott, de nem olyan, ez ilyen apróság észrevétel, mert hogyha még nincs mikor bekötni gyakorlatilag. Ugye nem kötözködés ez, tehát ezt nem tudom, hogy kell erről beszélni. Köszönöm szépen, jegyzi azt, hogy a szót. Jó, köszönöm szépen, tisztelt bizottság. Szeretnék válaszolni. A lényeg az, hogy talajterhelési díjat annak kell fizetnem, akinek az ingatlana el van látva a közművel, és használja is. Tehát egy lakótelken még nem használja, mert nincs fürdőszobája, nincsen olyan lakás, meg berendezés, amivel használja a szennyvízcsatornarendszer. Ez csak akkor következik be, hogyha felépül a lakás, tehát hogyha ha nem laknak a lakásba, vagy még üres terek, akkor nincsen szennyvíz fizetési kötelezettsége sem. Vizet sem használ, vagy vizet, ha használ, akkor is nem termelődik olyan szennyvíz, ami után díjat kell fizetni, és így a talajterhelési díjfizetési kötelezettség sem merül fel. A lakott ingatlanoknál van ilyen probléma. Jelenleg 774 lakás már rákötött a szennyvíz csatornarendszerre. Mi a TLB ZRT munkatársaival ezt jónak értékeljük, mert körülbelül 1000 lakott lakással lehet számolni, és abból egy közel 200, ahol nincs fürdőszoba. És ahol nincs fürdőszoba kialakítva, nincs a konyhába bevezetve a víz, akkor nem keletkezik olyan kommunális szennyvíz, ami miatt csatorna díjfizetési kötelezettség merülne fel, így a talajterhelési díjra kötelezés sem szükséges. Körülbelül egy 100 lakás az, aki nem tette meg azt, hogy eddig rákössön, annak ellenére, ahogy az előterjesztésben is le van írva, hogy többször írtunk az újságba, többször kértük a lakosságot, minden fórumot igyekeztünk kihasználni arra. A honlapon folyamatosan fel van téve, hogy tegyék meg, kössenek rá, a képviselőtestület szociális támogatást is meghatározott, hogy aki esetleg
anyagi helyzete miatt nem tud ráködni, akkor támogatási lehetőség is lett volna, ezt sem vette igénybe a lakosság. Tehát egy körülbelül egy 100 család az, aki ilyen nehéz helyzetbe fog kerülni. Ez viszont törvény adta kötelezettség az önkormányzat képviselőtestülete, így is már ezt a kötelezettségét most egy kicsit halasztotta, most ezért december 31-ig a képviselőtestület, még mindig toleranciát adott, ez erre megvolt a lehetőség, a törvény a lehetőség, de tovább nincsen. Tehát aki most december 31-ig nem teszi meg, sajnos ennek fogja a következményét viselni. Köszönöm szépen, Jézőszönyre. Kérdés ezzel kapcsolatban, hogy akkor kérdések körüljük az átuk, vélemények, hozzászólások, esetleg más javaslat. Nem látok ilyet, akkor szavazásra bocsájtom, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kérem készpenyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 3 igen szavazattal a pénzügybizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a képviselőtestület részére. Következő napirendi pontunk, előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előadó dr. Szerencsés István polgármester úr, kérdezem a polgármester urat, szóban kívánja, hogy kiegészíteni az írásos anyagot. Köszönöm szépen, nem kívánom. Köszönöm szépen. Akkor a napirend felett a vitát megnyitom. Kérdések az előterjesztéssel kapcsolatban. Boros Robert, képviselőtársam, mi a szó? Közösségi elnökségemben az a kérdésem lenne, hogy amennyire én elolvastam, most nem vagy teljesen felkészülve, de nem találtam ebbe a részt, ebbe a módosítani szeretnénk az iparőrzési adót. Egyszer már beszélgettünk arról, hogy ha valaki olyan lakóházat szeretne megvásárolni, hogy az ugyan, ami csak azért vásárolnám, hogy ne olyan vásárolja meg, aki nem szívesen látó személy, akkor annak valami kis engedélyt adnánk az adójából, hogy ezt ha lehetne, bele lehetne elvégebe venni, vagy beszélhetünk-e róla még erről. Mert már beszéltünk már erről többször, hogy ha valaki úgy szeretné megvásárolni a házat, mert ez is sok etnikum jön, elég nagy baj ez a jázózsának, úgy gondolom. Hát, hogyha nagyon javaslott, hogy ezzel egészítjük ki a rendelet módosítást, a bizottság eldönti, hogy akkor a képviselőtestület elejét tesz még egy ilyen kiegészítő javaslatot. Igen, volt erről szó. Igen, volt erről szó, már többször. Más vélemény, hozzászólás? Nem látok ilyet. Akkor megkérdezem képviselőtársamot, hogy ezt módosító javaslatként szeretnék. Akkor igen. Ha egyszerűen így gondolja, akkor szeretném. Igen. Ha egyedítették fel, akkor szeretném. Igen, lehet, csak akkor a kedvezmény, mert tulajdonképpen a javaslat az, hogy akkor a várva vállalkozó vesz olyan ingatlant, ami üres, lakatlan megvásárolja, hogy akkor kapjon adókedvezményt, milyen mértékű legyen az adókedvezmény, hogy 50 ezer forint, 100 ezer forint, tehát hogy az iparűzési adójából ennyit visszajárjon, vagy ennyi kedvezményt kapjon, ne kelljen megfizetni a fizetendő adójából. Legyen ilyen ingatlan vásárlás esetében kedvezmény, de menj egy összegre, és akkor jó volna javaslatot tenni, hogy mennyi legyen az. Köszönöm szépen, hogy ezt mondtuk. Polgármester úr, jöjjön szó. Igen, valójában volt erről a javaslatról szó, ez kidolgozásra nem került. Tehát jelen pillanatban most az iparűzési adórendeletünket a miniszterelnökség vizsgálata alapján kellene helyére raknom. És úgy gondolom, hogy ezt talán ki kellene dolgozni. Ha úgy látjátok, hogy csütörtökig ezt ki lehet dolgozni megfelelő módon, akkor természetesen én sem látok egyébként akadályát, és én is támogathatónak tartom. De csak tehát azért mindent meg kell nézni, mert látjátok, hogy az iparűzési adórendeletünket úgy gondoltuk, hogy elég kerültekintően elkészítettük, és mégis akad benne olyan észrevétel, akik ezt más szemüvegén keresztül nézik. Úgyhogy most én csak ennyit
javasolnék, hogyha konkrét elképzelés van, akkor az fogalmazódjon meg konkrétan, mert jó lenne, hogyha azért ezt a pénzügyi bizottság, azért ez egy horder, olyan horderű dolog, hogy a saját bevételeinket fogjuk ezzel majd csökkenteni. Az iparűzési adó egyébként a legjelentősebb saját bevétel az önkormányzatnak, tehát azért azt is figyel, arra is figyelnünk kell, hogy ezt ne üssük azért teljesen ki, mert a mozgásterünk nagyon leszűkül. Bár ha ilyen célról lesz fordítva, akkor azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy helyre kerül. De azért én javasolnám az alapos kidolgozását. A következő lépésre kidolgozunk. Jó, jobb, hogy a következő lépésre kidolgozunk. Most valóban elnézést már gyakor kérek szólt, hogy ezt törvényi előírás miatt kellett módosítani, mert hogy az önkormányzat ad kedvezményt, de a törvény szerint ez de minis támogatásnak minősül, és ezt a rendeletbe szabályozni kellett, mert akkor az ügyfélnek nyilatkozni kell, hogy kapott-e már de minis támogatást, és akkor ennek az adókedvezménynek a mértékét tudomásul kell venni, hogy annak minősül, és hogy nem haladja meg a törvényi támogatás mértéket. Tehát tulajdonképpen egy törvény előírásnak teszünk ezzel eleget. Azt pedig a Robi javaslata már korábban tényleg felmerült, akkor a következő testületi ülésre kidolgoztuk. És kedvezményt évközben is elő lehet terjeszteni bármikor. Köszönöm szépen a jegyzőasszonynak. További vélemény, hozzászólás, javaslat. Nem látok ilyet. Akkor az eredeti előterjesztést teszem fel szavazásra. Aki egyetért, ezzel kérem kétszerműtással szavazni. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság az eredeti előterjesztést javasolja a képviselőtestület számára. Következik a következő napirendi pontunk. Előterjesztés a Regiókom térségi kommunális szolgáltató társulás 2016 évi tagdíjának emelésére. Előadott a Szerencsés István polgármester úr, kérdezem, polgármester úr, szóban kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. Igen. Köszönöm szépen, a polgármester úr, a szó. Elég rövid előterjesztés készült el napirend kapcsán. A határozati javaslat viszont annál kiterjedtebb, és alternatívák vannak felsorolva. Magam nem tudom, hogy melyik alternatíva mellé tenném el voksomat. Annak ellenére, hogy társulási ülésen részt vettem, hogy azt tudjuk, hogy komoly állami beavatkozás történik a közszolgáltatások területén, ebből adódóan számomra nehezen elfogadható, hogy nem látjuk a végét ennek az egész dolognak, és ideig, óráig próbáljuk menteni a vagyonunkat is, és a társulást is, és a KFT-nket is. Úgyhogy ha kérdés lesz ezzel kapcsolatban, én nem fogok tudni rá válaszolni, tehát ezt előre jelzem. Mindenki látja, hogy milyen anyag került elénk. Én nem véletlenül kértem a társulási ülésen, hogy olyan anyagot kapjanak a képviselőtestület tagjai, hogy meg tudják hozni a döntést. Hát ez alapján, hogy elolvassátok, akkor majd meglátjátok, hogy meg lehet hozni a jó döntést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor kérdések köré megnyitom. Ezzel kapcsolatban kérdése valakinek? Nem látok ilyet. Vélemények, hozzászólások. Javaslat. Most egy pár mondatot szeretnék hozzáfűzni. Igazából számomra az anyagból az derült ki, hogy nem teljesen egyértelműen határozza meg a Regiókom is sem, hogy mit szeretne. Azt látjuk, hogy szeretne emelni, de ugye, hogyha sikerül neki egy-két olyan bevétel, akkor tagdíj emelés sem kell gondolkoznia, most benne volt az anyagban. Illetve, hát amiket ő meghatározott, hogy milyen módon vagy miért szeretne tanácsadásdíjat, meg egyéb összegek miatt, én azt gondolnám, hogy ezt lehet, hogy ki kellene, én nem vagyok szakértő, de valószínűleg azért ki kellene gazdálkodnia egyrészt. Másrészt meg azért többségből is érzik ez a dolog. Igaz, hogy nem a lakosságra állítanák ezt az emelést,
de elég sok panasz van, én az idejében csak 7 olyan és jegyzőszünet is jeleztem, beszélt is velük, tudok olyan 7 esetről, 2 utcában is, ahol nem vitték el a szemetet, arra hivatkozva, hogy sár van. És például, ahol idős vagy öreg van, én megértem, hogy ki kell vinni az aszfaltus út mellé, nem tud, de egy idős beteg ember hogy fogja tudni kivenni mondjuk 50 vagy 100 méteren keresztül. Azért is ehhez képest tagdíjemeléstől van szó. Én nem igazán látom, magam sem tudnám, melyik lenne a jó választás, az A verziót azt semmiképp nem tartom jónak. Hát a B és a C verzió közül kellene választani, jelen esetben talán azt gondolom, hogy lehet, hogy a C verzió, csak kérdés ez, hogy maga a működés, hogy befolyásolná. Erre viszont ugye nem tudunk választ adni, a anyagból az előtt ki, hogy talán, de ott van a talán. Polgármester úr. Hát nem egy, valóban nem egyszerű eligazodni, nem csak abban az anyagban, amit megkapott a képviselőtestület. Ugye itt most a régiókam társulás, régiókam térségi kormányi szolgáltató társulásról van szó. Ilyen. Van a régiókam Kft., van a hulladékgazdálkodási Kft., és amire te elmarasztaló véleményt mondtál, az a Jászapáti Városi Üzemeltető Kft., aki elszállítja a szemetet. Tehát ezeket nem mind a négy cég társulás, ez teljesen külön dolog, tehát különösen nem volna szabad ebbe belekeverni az elszállítással kapcsolatos problémákat, mert azt a Jászapáti Városi Üzemeltetőnél kell érvényesíteni. Tehát most azért messze nem erről van szó. Jó, csak hát tudom, hogy nehéz benne eligazodni. Mindig igazodott a társulás és a régiókam Kft. Is az adott jogi környezethez és a túléléshez, és hát azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyet egyébként a kormány előírt a Kft.-nek, azt bizony nagyon nehéz kigazdálkodni. Azt lehet mondani, hogy ezekkel a feltételekkel nem lehet kigazdálkodni, sőt, bizonyos Európai Uniós pályázatok feltételeit sem, megvalósult pályázatok feltételeit sem tudja teljesíteni a Kft. Törvényi szabályozásból adódóan. Tehát egyébként pedig azzal nem értek egyet, hogy ez nem terheli a lakost. Igen, azt, amit Jászdózsa községnek ki kell fizetnie lakosonként, az bizony a lakosoktól van elvéve az a pénz, azt nem tudja az önkormányzat a lakosságra fordítani, vagy a lakosság szolgálatába. Ez azért ahhoz képest, ami volt, több mint duplája az első emelés is, majd még ezt követően a kilátásban helyezett emelés még további. Jó lenne, hogyha látnánk egyszer a kormányzati akaratot, hogy tényleg a közszolgáltatások országos szinten egyformán lesznek, függetlenül attól, hogy milyen adottságai van egy térségnek, ugye itt a víz, szennyvíz, a szemétszámítás, sok minden. Ez elfogadható, mert én is úgy gondolom, hogy attól, hogy valaki olyan környezetben van, hogy magasak a fajdagos költségek, hát nem mindegy, hogy szennyvizet egy városi környezetben építenek meg, ahol egy folyóméter nagy vezetékre akár több lakos is jutná, meg 100 méterekre jut egy lakos vagy egy bekötés. Tehát vannak helyzetek, amikor szolidaritásra szükség van a lakosság részéről, azért, hogy a lakosság másik része ne elviselhetetlen terhet kelljen, vagy viseljen. Ha sokszor attól függen, hogy milyen oldalon közelítem meg, én is úgy vagyok, hogy hajlandó vagyok támogatni, hogy hát akkor hozzuk még ezt az áldozatot meg. A másik oldalról pedig elvárnám, hogy aki előtt világos, hogy mit szándékozik csinálni, akkor jó lenne, hogyha aztán megismertetnének bennünket, és akkor tudjuk, hogy mit kell, meddig kell, vagy küzdenünk kell, mondjuk egyáltalán azért a vagyonért, amelyet egyébként felépítettünk, lakossági összefogással, két kis térség összefogásával, pályázati pénzek megnyerésével elég komoly munkabéret fektetve. Tehát számomra nem teljesen világos, és megmondom, hogy szintén nem nagyon tudom, hogy kitől kellene segítséget kérni.
lehetőség az, hogy elfogadjuk mi is a többségnek az álláspontját, és megyünk az ára, és akkor elfogadunk mindent. Ha úgy sikerül, legrosszabb esetben betervezzük a költségvetésünk a legmagasabb összeget, és kifizetjük, ha szükséges. Hát ha nem, akkor pedig örüljünk, hogy nem kellett kifizetni. Egyébként valószínűleg, hogy kényszerül, így is úgy is ez lesz. Köszönöm szépen, polgármester úr. Tovább az hozzászólás vélemény. Én nem tudtam mellé beszélni, mostani ismeretei alapján ezt nem tudom támogatni. Akkor ezt lehetjük egy javaslatnak a három verzió közül, mert itt három A, B és C verzió van, vagy pedig menjek végig mind a hármon, és akkor meglátjuk, hogy ki mire szavaz. Akkor hát a kártyáját nem támogatja. Hozzászólás vélemény esetleg még ezzel kapcsolatban? Én mondanék, hogy mivel itt az van, hogy majd kell ezt a tagadatban állni, vagy nem, erre nem lehetne akkor visszatérni, mikor már ez világossá válik, vagy az időben mikor várható. Ezzel az a gond, hogy ezt a költségvetésünkbe meg kellene építeni. Tehát ezért fontos, hogy megszülessen ez a döntés, mert akkor a jövőbi költségvetést már így készítjük elő. Tehát lehet hatott tartalékot tudunk kétezni, amik a költségvetés készítésén, akkor semmi akadálya nincsen, akkor meghozhatjuk ezt a döntést máskor is, viszont költségvetést kell készíteni a régiókon társulásnak is, üzleti tervet a régiókon Kft-nek és a hulladékszállítási Kft-nek. Tehát is ezek azért befolyásolják. Most az a helyzet, hogy az sem megoldás, hogy összeomlik azokat a cégeket nem fogja tudni kifizetni a hulladékszállítási Kft. Sőt, most már ez sem teljesen így van, a hulladékszállítási Kft-től is kiveszik a számlázási, tehát központi országos számlázás lesz. Ha még nem lett, még úgy tudom, hogy sok helyre nem érkeztek meg ezek a számlák. És azt követően pedig, hogyha összeomlik a rendszer, akkor valakinek csak el kell szállítani. Ilyenkor lép be a katasztrófavédelem, ideig óráig megmondja, hogy nem lehet azt, hogy felvesse a szemét a településeket. Nagyon nehéz bármi mellett is voksolni. Érzelmileg, vagy azt mondom, hogy ha ránk erőszakolnak valamit, akkor azt mondom, hogy tegyék mellé a megoldás kulcsát is. Tehát tudjam, ha áldozatot kell vállalni, tudomásul veszem, hogy az átalakulás, átszervezés sokszor áldozatokkal járnak. Ha tudom, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni, hogy utána rend legyen és tiszta, átlátható legyen, akkor azt el tudom dönteni. De hogy ez végig lebegtetve van, ráadásul nem a mi akaratunkból történt ez. Egy kidolgozott üzleti terve volt a régiókon Kft-nek, a hulladékszállítási Kft-vel is már egy törvényi igazodás volt, vagy egy törvényi előíráshoz igazodtunk. Elég közeli információink vannak, és mégsem elégségesek ahhoz, hogy a jó döntést meghozzunk. Én úgy gondolom, hogy ennek ellenére még mindig az a biztonságosabb megoldás, hogyha hajlandóak vagyunk áldozatot hozni, és betervezzük a költségvetésünkbe, bár azt mondom, hogy akkor most már véleményt is mondok, nem értek egyet a díjemeléssel. De nagyobb bajnak látom azt, hogyha utána meg kell oldani majd a szemétszállítást valamilyen módon, mert azért tisztában kell lenni, hogy a mi gondjainkat más nem fogja megoldani, ezt mi fogjuk megoldani. A többség egyébként a régiókon társulási ülésen testületi felhatalmazás nélkül a díjemelést támogatta. Tehát akkor egy ilyen további információt mondom. Viszont azt mindenkinek tudni kell, hogy módosítani kell a társulási megállapodásunkat folyamatosan, és hogyha valamelyik önkormányzat ezeket nem fogadja el, akkor talán úgy tudom, hogy 2014-es okirat sincs módosítani, mert valamelyik önkormányzat nem fogadta el, tehát ilyen kínódás.
Hát mondjuk én nem igazán szeretnék a fekete listán lenni, Jász Dózsa. Igaz, én úgy gondolom, hogy igazodni kellene a többség akaratához, de már ez is szerintem sokkal több, ami mi teszünk, ezért az igény, hogy foglalkozunk vele. Más polgármester kollégák simán fölvállalták, hogy a képviselőtestület elé úgy terjesztik, hogy ez szükséges és ezt meg kell lépni. Én akkor ezzel leszavaztam, és kértem olyan szintű információt, amelyet a testület elé tudok tenni, és meghozhatjuk a döntést. Én ott is ugyanilyen bizonytalan voltam, amikor végighallgattam az okokat. De úgy látom, hogy azért sokkal okosabb a képviselőtestület cselekedettől az anyagtól, amit kapott. Abszolút. Köszönjük szépen, polgármester úr, ráadásul meg ugye, ami le volt írva az anyagban, ugye, amikor már utaltam az első hozzászólásnál is, hogy ha sikerül azokat a döntéseket, illetve az észösszögéket megnyerni, akkor emelni sem kell a tagjelentő, így nyilatkozott. Hát most ez is olyan, hogy ha, ott a hal vagy a talán. Ez annyira bizonytalan így ebben a formában, hogy jó, hát nem húzzuk az időt, én azt gondolom, hogy van három alternatíva, és akkor menjünk végig, és akkor meglátjuk, hogy a három közül a pénzügyi bizottság melyiket javasolja. A szó úgy kimondás, hogy is csütörtökön lesz a testület ülésen. Akkor fölteszem javaslat, először is kezdem az A verzióval, ahol a Régiókom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2016 évi tagdíj mértékének 115 forint per lapos összegben történő társulás általi elfogadását támogatja, aki egyetért, ezzel kérem készvenőtársal szavazzon. Jó, és aki ezt nem ért egyet vele, kérem készvenőtársal szavazzon ezzel az A verzióval. Köszönöm szépen. Az A verziót 3 nem szavazattal elutasítja a pénzügyi bizottság, következik a B verzió. A Régiókom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2016 évi tagdíj mértékét 60 forint per lapos összegben történő társulás általi elfogadását támogatja. Tovább döntött abban, hogy az önkormányzat költségvetésében 55 forint lapos összegű tartalékot különít el erre a célra. Aki ezzel egyetért, kérem készvenyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, és aki nem ért egyet vele, köszönöm szépen. A B verzió 2 igen, egy jelenében a pénzügyi bizottság javasolja, és fölteszem a C verziót is, a Régiókom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2016 évi tagdíj mértékének emelését nem támogatja. Aki ezzel egyetért, kérem készvenyújtással szavazzon. És aki nem ért egyet vele, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság a B verziót támogatja és javasolja a képviselőtestület számára. A következő napirendi pontunk, előterjesztés. Napközi gomba vállalkozásba adása miatt közalkalmazotti állás átszervezésére. Erről vagy dr. Szerencsés István polgármester úr, kérdezem a polgármester úr, hogy kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. Köszönöm szépen, nem kívánom. Akkor a napirend felett a vitát megnyitom. Kérdések? Ezzel kapcsolatban. Nem látok ilyet? Vélemény, hozzászólás, esetleg más javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban. Ilyet sem látok. Akkor szavazásra bocsátom a kérdőkért az előterjesztés elfogadásával, kérem készvenyújtással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, pénzügyi az előterjesztés elfogadását. Következő napirendi pontunk. Előterjesztés járulós a községi önkormányzata 2017 évi belső ellenőrzési tervének elfogadására. Előadó volt itt Tibor Mély edzőasszony, kérdezem a jegyzőasszony, szóval kívánnék egészíteni az írásos anyagot. Köszönöm szépen. Akkor kérdések köré tenném fel először ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. Nem látok ilyet. Vélemények, hozzászólások, javaslatok. Ilyet sem látok. Akkor szavazásra bocsájtam a kérdjetért, az előterjesztés elfogadásával kérem készvenyújtással szavazzon.
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a képviselőtestület számára. Következő napi rendi pontunk. Előterjesztés a mazsorek táncoktatás önkormányzati támogatására. Erről dr. Szerencsés István polgármester úr. Kérdezem a polgármester úrat, szóban kívánja, hogy kiegészítem az írásos anyagot. Nem, köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor kérdések köré teszem fel először. Kérdés ezzel kapcsolatban van valakinek? Nem látok ilyet. Akkor vélemény, hozzászólás. Jenes László képviselőtársam. Gyakorlatilag már úgy van, hogy itt le van írva, egyszer már foglalkoztunk ezzel a dologgal, akkor is fenntartásai voltak ezzel kapcsán, most is vannak fenntartásai, egyébként előjelmével bocsátom azt, hogy támogathatom a találkozó részéről, csak azért elmondanám, hogy jó lenne, hogyha következetesek lennénk, nem tudom, hogy azok vagyunk egyébként, ugyanis van itt azért néptáncosok is vannak, de azokat milyen formában támogatjuk, lehet, hogy támogatjuk, nem tudom. Mert azok a szülők azért, akik itt táncolnak, azt tudom, hogy igen, akik táncolnak itt helyben, a kisebbek, a nagyobbak, hogy behordják belébe, azok elég sokat fejlődtek, és jó táncosok, jó szerepelnek, tudjuk itt bizonyos rendezvényeken. Ennek a utazása, utaztatása, beszállítása, vissza, a ruházkodás mind pénzben van. Nekem az a tiszteletes kérdésem, mert a bizottság most jelen esetben úgy foglaljon állást, hogy én támogatom, de mindenki maga dönti el, hogy mindenkit, aki a település hírit úgymond, mint Jászlóra hírit viszi el, akkor azokat is támogatjuk valamilyen formában. És azért nem támogatom, mint a jelen előző napoknak a úgynevezett plusz, hogy mondjam már egy dolgot, hogy hát arról fordítva, hogy Jászlóra érdekében fordítsuk már, hogyha lehet. És akkor ez itt jött a következő, amit mondok, hogy itt lehet támogatni adóforintjainkból, jelen esetben több, a mazsorettet, akkor a néptánc csoportot, mit remélem, mik vannak még, mindenkit. Maga módján, maga helyén, a produktumnak megfelelően. Nekem ez a véleményem. Én támogathatóan találom mindenképpen. Köszönöm szépen. Más vélemény, hozzászólás? A kapcsolatosan választ adnék, hogy ugye az én két lányom mind a kettő járt néptáncolni. Ott fél évre fizettem a két lánynak 18 ezer helyett 14 ezer, tehát egy-egy ezer forint kedvezményt kaptunk. És most nem tudom, hogy a Norbiék nem nyújtottak ebbe ilyen támogatási kérelmet, vagy nem. Nekünk erre nem volt vagy igényünk se, vagy lehetőségünk se, vagy nem is tudom, hogy ezt ők próbálták-e, vagy nem. Én, mint gyakorló szülő, én azt mondom, hogy ha egy szakkörbe a szülő beiratja a gyerekét, akkor vállalja annak a költségét is. És ne az alapján járjon, vagy ne járjon a gyerek, hogy az önkormányzatot, vagy nem. Mert most előállt akkor a tény és való szép, és hogy támogatni szeretnénk a mazsoreteket, mert viszik a Dózsa hírnevét, akkor hogyha előállnak a birkózók, előállnak a többi csoport és a színjátszósok is például, akkor nekik is le kell akkor oda tennünk ezt a havi 20 ezeret, vagy amit én. Tehát következetesek kell, hogy legyünk. Köszönöm szépen. Polgármester úr. Az határozati javaslatban ISBI alternatíva van. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a következetesség rendkívül fontos. Nálam már vannak igények jelen pillanatban is a jövőt illetően, és ezt a napi rendet azért kellett behoznunk, mert ilyen ígéret volt, hogy újra meg fogjuk nézni, amikor elindul, és azt követően hogyan tovább. Tehát azért itt azt látni kell, hogy a 2016 évet meg fogjuk oldani, a 17-nél a költségvetés tervezésénél mindenféleképpen figyelembe kell venni, de akkor valójában következetesnek kell lenni, és mindenkinek, hogy képesek vagyunk-e, ezt mérlegelni kell.
azért itt a futball részéről is van, aki megpróbálkozik más módon, nem az önkormányzathoz fordul segítségért, de én úgy gondolom, hogy ezt erre nagyon oda kell figyelni, mert azt viszont nem lehet megtenni, hogy most még a 16-os évből kigazdálkodunk, ki tudjuk gazdálkodni, és akkor a jövő tanév, mert az iskola év az nem január 1-től december 31-ig tart, hanem ugye szeptembertől június végéig, így 10 hónappal számolunk. Hát, ha elindítjuk és támogatjuk, akkor azt továbbra is támogatni kell, és ugyanilyen módon kell a többi Jászdózsán működő szervezetet is támogatnak. Tehát erre fel kell készülni, mert akkor az mert nem hiszem, hogy járható út, hogy utána úgy gondoljuk, hogy most már több igény van, akkor pedig azt meg visszavonjuk. Tehát ezt meg kell gondolni. Biztos-e, hogy teljes összeget nekünk kell, vagy a kért összeget nekünk kell? Hát ezt szerintem jó lenne alaposabban átgondolni. Én úgy gondolom, hogy minden további nélkül ezt az élet meg tudjuk oldani, tehát ez már nem probléma. Akár segítséggel is. Egyébként ezt szerintem újra kéne gondolni, és annak függvényében, hogy mi van a településen. Jó, mondod, nagyon sokszor meg sem kérdezték a szülőt, hogy akar, hogy mennyi, hogy jó-e az a pénz, elég-e az, ha a szülő úgy gondolta, hogy a gyerekének a kedvelését, vagy egy kicsit a szülőnek a vágyait is teljesítse a gyerek, akkor beíratta, vitte, hozta, vitte és fizette a költségeket. Tehát csak nem szeretném, hogy olyan csapdába esnénk bele, amiből utána nem nagyon tudunk jól kijönni. Örülök neki, hogyha ha minél több dolog van a településen, ráadásul ugye ez a testületi ülésen, ez a maga a mazsaret az még más szemszögből is komoly vitát váltott ki. Tehát ebben nem voltunk készségesek, hogy ez helyesnek tartjuk-e és jó dolognak tartjuk. Én úgy gondolom, hogy fölvállalható, de arra kérem meg a pénzügyi bizottságot is és a képviselőtestületet is, hogy ha a döntést hozunk, akkor legyen ennek a következménye is legyen előttünk. Köszönöm szépen. Én annyi szeretnék hozzáfűzni ehhez, hogy igen, foglalkoztunk már vele, és akkor volt két módosító javaslat is, mi nem lett elfogadva. Az egyik pont ahol szólt, hogy ebbe az évbe finanszírozza az önkormányzat, és a jövő évet meglátjuk. Én azt gondolom egyébként, hogy ez tökéletesen igaz, hogy ha már elviszi a szülő gyerekét, én tudom magamból, mert táncoltak a gyerekek, és ott ugye az úti költségtől fogva minden saját finanszírozásban volt, a ruhától fogva minden, meg kell fizetni. Az is igaz, hogy nem talán egy családot leszámítva nem ilyen szerény sorsú gyerekek járnak, viszont azért azt is bele kell kalkulálni, én azt gondolom, hogy jászdózsai gyerekekről van szó. Mind a 17 gyerek, aki ide jár, ha jól tudom, jászdózsai, és azon kívül nem csak mazsorettet táncolnak, hanem most már modern tánc is van benne. És azért, amikor, és ráadásul ugye jászdózsai hírnevét is fogják reméljük vinni, hogyha működnek majd, illetve azért ott előttem lebeg az, és benne van azért, amikor Jászdózsának esetleg szereplést kell vállalni, mondjuk más településen, bizonyosan nehéz volt összeállítani az előadókat, Jászent László esetében is, bár megtette az önkormányzat, és azt gondolom, hogy méltóképpen képviseltük a települést, de elég nehéz volt. A 140 ezer forint az nem kevés pénz, és az is igaz, hogy bárki jelentkezhet, és könyvűszével jöhetnek. Én azt gondolom, hogy jelen esetben a néptáncot is azzal már támogatja az önkormányzat, jól tudom, hogy az épületet biztosítja számukra, mármint ahol próbálnak. Ez ugyanígy történik a mazsolett esetében is jelen pillanatban. Elég nehéz ezt eldönteni, de hát ugye a jövő évi költségvetésnek ugye ezt még nem tudjuk, hogy majd mik lesznek a számok, hogy belefér-e, és ebbe kihozok azok, hogy nem csak őket kell akkor támogatni, hanem az összes többit is. Ennek függvényében azt gondolom, hogy átgondolja mindenki, és akkor meg fogja hozni a megfelelő döntést. Köszönöm szépen. Más vélemény, hozzászólás, javaslat? Akkor
hatásra bocsájtom. Két verzió volt itt is. Először az A változatot teszem fel szavazásra. A havonta 20 000 forint, összesen 140 000 forint önkormányzati támogatás, hogy támogatás forrását az önkormányzat közművelődési feladatainak költségvetésében biztosítja a 2016-os évben, a működési költségek átcsoportosításával pedig 2017-es évben a költségvetés tervezésekor. Aki ezzel egyetért, kérem készfeljárással szavazzon. Köszönöm szépen, és aki nem ért egyet, jó. Kettő igen és egy nemmel az A verzió, és akkor a V verziót is felteszem szavazásra. A változat pedig, aki nem támogatja. Jó, és aki támogatja? Jó, fok a fogyott állát, igen. Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság az A verzió támogatja, és javasolja a képviselőtestület számára, természetesen ezt majd a képviselőtestület döntése az csütörtökön. Következő napi rendi pontunk. Előterjesztés a jársági családsegítő és gyermekjóléti szolgálat megszüntetésére. Előadó dr. Szerencsés István polgármester úr. Kérdezem a polgármestert, szóban kívánnék kiegészíteni az írásos anyagot. Köszönöm, nem kívánom. Köszönöm szépen. Akkor kérdések körül következik, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Nem látok ilyen. Vélemények, hozzászólások, esetleg más javaslat? Ilyet sem látok. Akkor szavazásra bocsájtom, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kérem készfeljutással szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a testület számára. Következő napi rendi pontunk. Előterjesztés a Regiocom térségi kommunális szolgáltató társulási megállapodásának módosítására. Előadott a Szerencsés István polgármester úr, kérem a polgármester úrat, szóval kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. Nem kívánok kiegészíteni. Köszönöm szépen. Akkor kérdések következik. Nekem van egy kérdésem, bár lehet, hogy rosszul fogok kérdezni, elnézést kérek előre. Az írásos anyagban ugyan az van, hogy ugye 2014. októberi választásokra hivatkozva vannak a nevek. Sajnos van két olyan név benne, aki már nem hatályos. Az egyik a Jászent Andrási polgármester úr, a másik illetve a Jászkíséri polgármester úr. Okoz ezt gondolt most tennél a döntés odapannál, hogy két olyan név is szerepel benne, akik tudom, hogy 2014-ben női adatról beszélünk, de okoz ezt gondolt tennél. Ugye ezt gyakorlatilag végig kellene vinni a településeken, tehát ez még ennyivel később fut végig a településeken, tehát azt le kell zárni, és utána jön a következő módosítás természetesen, hogy ezeket is a következő társulási ülésen előre terjesztve, és utána újra kell ide hozzánk a képviselőtestületek elé is, ami ugye. Köszönöm szépen. Hát kell megvezetni, de a bíróságot nem csak győzik övetni, de most egy testet. Akkor vélemény, hozzászólás, más javaslat. Nem látok ilyet, akkor szavazásra bocsájtom. Aki egyetért készfeljutásra szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy már igen szavazattal a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását. Következő napi rendi pontunk, előterjesztés a képviselő testület 2017 évi munkatervére. Előadó dr. Szerencsés István polgármester úr, kérdezem a polgármester úr, szóban kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. Nem kívánom kiegészíteni. Köszönöm szépen. Akkor a napi rendfelett vitát megnyitom. Kérdés, vélemény, hozzászólás, esetleg más javaslat. Nem látok ilyet, akkor szavazásra bocsájtom. Aki egyetért, kérem készfeljutásra szavazzon. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását. És következik az utolsó napi rendi pont. Előterjesztés, tájházszövetségbe való belépése. Előadó dr. Szerencsés István polgármester úr. Köszönöm szépen, ezt sem kívánom kiegészíteni. Köszönöm szépen, akkor a napi rend felett a vitát megnyitom. Kérdések, vélemények, hozzászólások, esetleg más javaslat van valaki részéről. Szeretném szólni? Nem. Jó. Hát szavazni szeretném. Akkor szavazásra bocsánatom.
szavazásra, bocsátom a térjétételre, kérem készvenyújtásra a szavazva. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal a pénzügyi bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását a testület számára, és ezzel véget is ért a pénzügyi bizottság jövő. Köszönöm szépen a jelenlét és a részvételt mindenkinek. További szép napot kívánok. Köszönöm.